diszkriminatív egy minisztériumi szabályozás a magyar anyanyelvű diákokkal szemben. A Magyar Ifjúsági Érdekezlet Oktatási és Kutatási Kabinetje orvosolni szeretné ezt a tanügyminiszter segítségével. Hát többek között erről és a 15 éves születésnapról beszélgetünk Tőtős Áron ügyvezető alelnökkel és Oltán Csongor elnökkel. Szervusztok! Szervusz. Ura, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Tehát kezdjük akkor az oktatási problémával. Ugye egy minisztériumi szabályozás értelmében az idei évtől kezd az angol nyelvű tantárgyversenyek megyei és országos szakaszain feladatként a fordítást is bevezették. Az okozott problémát, hogy hát angolról romára, romáról romáról kéne fordítani a magyar diákok számára, és nyilván, hogy ez hátrányos helyzetet jelent. Úgy tudom, hogy levéllel fordultatok a minisztériumhoz, kaptatok-e választ? Köszönöm szépen, hát konkrétan arról van szó, és kezdeném talán ott, hogy amikor most Nagyváradról ide Kolozsvárra érkeztem az autóval, még akkor is telefonon egyeztettünk ebben az ügyben, és alapvetően a probléma, gyökere a problémának az igazából ott leledzik, és még ez számomra nem világos, nem vált világossá a kérdés, hogy miért kellett megváltoztatni most egyik évről a másikra az angol nyelvű tantárgyversenyeknek az összetételét, és ebből adódóan miért kellett egy új szervezeti és működési szabályzatot létrehozni. Na most ez a változás az, aminek a nyomán ugye kialakult ez a probléma. Röviden itt arról van szó, hogy az angol tantárgyversenyekre vonatkozó új szervezeti és működési szabályzatnak a harmadik pontja, az hátrányosan megkülönbözteti a nemzeti kisebbségekhez tartozó résztvevő, versenyen résztvevő diákokat. Ugye ez az elsődleges probléma, ez egy diszkriminatív dolog, és mint a Magyar Ifjúsági Értekezlet, amely az erdélyi fiatalokkalnak az ifjúsági szervezeteként határozza meg, érdekképviseleti szervezeteként határozza meg magát. Úgy gondoltuk, hogy felvállaljuk ezt az ügyet, és miután egy picit utána néztünk a dolgoknak, akkor derült ki, hogy alapvetően nincs jogharmonizáció, mert miről van itt szó? Tehát gyakorlatilag egy textuális elírásról van szó, vagy pedig figyelmetlenségről, inkongruenciáról? Hát ez ügyben azokat a személyeket kell megkérdezni, akik a jogszabályokat alkotják. Viszont, és nem elveszve a jog rejtelmeiben, itt csupán annyit szeretnék rögzíteni, hogy ez a jogharmonizáció, ez konkrétan azt jelenti, hogy valóban, ahogyan ez a szervezeti és működési szabályzatban rögzítve van, a 9-es, 10. osztályosok esetében tényleg az oktatási program az előírja azt, hogy az angolról a román nyelvre, illetve a román nyelvről az angol nyelvre való fordítást kell alkalmazni. Viszont, és itt van a csavar a történetben, a 11-12-esek esetében már az angol nyelvről az anyanyelvre, illetve az anyanyelvről az angol nyelvre történő fordítást írja elő az iskolai program. Na most a probléma, és itt az igazából a probléma ezzel az angol nyelvű tantárgyversenynek a szervezet és működési szabályzatával, hogy ez, ha valóban tekintettel lenne az iskolai programra, akkor ebben nem csak az szerepelne, hogy angolról románra, hanem angolról románra és anyanyelvre, és ilyen formán jogi kérdéseket is. És akkor ennek fényében milyen javaslatot tettetek a módosításra? Ennek fényében mi konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg a miniszter úrhoz eljuttatott levelünkben. Itt két dolgot kértük egyfelől ennek a jogharmonizációnak a létrejöttét. Konkrétan a román nyelv helyett az anyanyelv fogalomnak a használatát, annak a bevezetését, és ennek nyomán értelemszerűen kértük, hogy kerüljön megváltoztatásra az angol tantárgyverseny új szervezeti és működési szabályzata, és most nem szeretném itt sorolni a tanügyi törvénynek a különböző passzusait, de több helyen is, a 4-es, 6-os, 45-ös, 46-os, most csak azért mondom, hogy akit érdekel, persze, az utána nézhet, de alapvetően ezek szavatolják a jogegyenlőséget. Kaptatok-e választ erre a keresetre? Nem kaptunk még választ. Hétfőn elküldtük e-mailben, illetve postán is, és biztos, ami biztos, a tegnap faxon is, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a postagalap nem érkezett meg. Így van. Úgy tudom, hogy a diszkrimináció elleni tanácshoz is
fordultatok ugyanezzel a problémával? Hát konkrétan mi nem fordultunk még, volt egy megkeresés a részünkről, nyilván érdeklődtünk, és akkor itt szeretném megjegyezni, hogy minden olyan személlyel, aki érintett az ügyben, aki tud tenni annak érdekében, hogy ez a diszkriminatív megkülönböztetés helyzetet elmozdítsuk a holtpontról, mi azokkal felvettük a kapcsolatot, tájékoztattuk erről az érintett személyeket erről az ügyről. Gondolom, diákokkal és tanárokkal is beszéltetek erről a történetről. Nekem volt egyeztetésem, én felhívtam, most konkrétan nagyváradi tanárokkal beszéltem. Ugye bizonyos iskolákban már a helyi tantárgyverseny az már elmúlt, és akkor itt vetődik fel a kérdés, hogy akkor mit tegyenek a diákok, mert igazából itt van a súlya ennek a történetnek, hogy akkor most a diszkriminatív helyzetből adódóan ne vegyenek részt a versenyen, vagy pedig induljanak el, és hogyha egy példával szabad jönnöm, akkor ez most olyan, hogyha egy jó sportoló kijut mondjuk az olimpiára, vagy ne olimpiát mondjak, egy európai bajnokságra, de azt mondja neki az edzője, ne menjél, mert te narancssárga pólót hordasz, vagy zöld, vagy teljesen mindegy, és ott meg az van előírva, hogy csak kék pólóban lehet részt venni. Tehát, hogy igazából ez a súlya, hogy akkor, amikor tehetséges diákok vannak, egyszerűen megnehezítik a helyzetüket, hogy előre tudjanak lépni, és amiért azt vállalta, és nem csak amiért, hanem közösen az RMDS-szel, azt vállaltuk, hogy ezen az ügyön amennyiben lehet előre lépni, és minél hamarabb. Hiszen... És akkor gyakorlatilag ennek a megoldása, és akkor ezzel zárnánk is ezt a témát, az az lenne, hogy a szöveg a törvény szövegében módosítani kéne, illetve hogy be kéne iktatni ezt az anyanyelvre vonatkozó szintagmát. Ezt javasolták. Igen, tehát, hogy ilyen szempontból egyszerű a probléma, mert látjuk, hogy mi a probléma, erre egy megoldási javaslatot is megfogalmaztunk. A kérdés az, hogy mennyire lesz hajlandóság az Oktatási Minisztériumban mindezt megvalósítani. 15 éves a miért? Nemrég vállaltad át ennek a hajónak az irányítását. Hétvégén volt egy nagyobb buli, úgy tudom, Vásárhelyen, beszélgetések hangzottak el az elmúlt 15 évről. Mi az, ami megfogalmazódott, így visszatekintve, hogyan értékelték a volt elnökök, hogyan látott te új elnökként, mi az, amit átvettél? Igen, nem hajónak, hanem rakétának nevezném, ugyanis ez hangzott el a szülinapon is, hogy miért az valamikor egy rakéta volt, és reméljük, hogy újra rakéta lesz. Én személy szerint nagyon pozitívan értékeltem azt, hogy az összes volt elnök helyettes részt szólt venni a rendezvényünkön. Ennek igazából több célja is volt, az egyik az, ami nagyon fontos, úgy gondolom, az ifjúsági szeretetben az, hogy együtt szórakozzunk ugye az országos struktúrákból jövő fiatalokkal és ismerkedjünk. Viszont ennél fontosabb talán az is, hogy 2003-ban volt egy partnerszerződés a miért és az RMDS között, amit a 10 éves születésnapon felújítottak, újra aláírtak, hiszen annak idején Kovács Péter és Bodor László között volt egy egyesség, volt az RMDS-be egy váltás, és Kelemen Hunor elnök úr is aláírta ezt az egyezményt. És miről szól ez a megállapodás? Így van, tehát ezt a megállapodást tulajdonképpen próbáltunk kicsit felfrissíteni, hiszen hogyha belegondolunk az elmúlt években, azért változtak a fiatalok igényei, változott egy csomó minden, tehát hogyha 15 évvel ezelőtt a fiatalokat a parkba lehetett megtalálni, akkor ma minifesztiválokon vagy fesztiválokon és a Facebook előtt találjuk őket. Ezért felvetettünk egy pár olyan témát, amiről meg is állapodtunk itt a dokumentumban. Egyrészt kielemeztük azt, hogy mi történt az elmúlt években, és talán a legnagyobb eredménye a miértnek az, hogy van most egy stabil országos struktúrája, ami megyei szervezetekből áll. Több mint 380 tagszervezettel rendelkezünk országos szinten, így vagyunk a Kárpát-medence legnagyobb magyar ifjúsági szervezete. És ami a konkrétumokat illeti, pedig megfogalmaztunk egy pár olyan prioritást, amivel a következő években foglalkozni fogunk. Az egyik az a fiatalok, a rendszerben dolgozó fiatalok képzése. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sok fiatal van, akinek nincs már kellő tudása mondjuk ahhoz, hogy egy szeretett vezessen, és ebben szeretnénk mi hozzájárulni. Tehát mert ugyan, mint a miért rendszerében dolgozó. Így van, a miért rendszerében dolgozó fiataloknak. Ugyanakkor a szorványban élő, vegyes házasságban élő fiatalokat arra próbáljuk buzdítani, hogy magyar iskolába adják a gyerekeiket. Emellett a fiatal gazdák és fiatal vállalkozóknak próbálunk olyan
fórumokat szervezni, olyan rendezvényeket szervezni, amelyek során egyrészt ismerkedhetnek, másrészt pedig tudomást kaphatnak azokról a finanszírozási forrásokról, amelyek során ők majd vállalkozni tudnak. Itt akár a Startup Nation-ról is beszélhetünk, ami most sajnos le van állva, és ezzel is szeretnénk foglalkozni, keresd meg a megoldást, vagy a minisztériumban végfel a kapcsolatot, hogy lássuk, hogy mi történt ezzel a programmal. Rakétaként indult, és mélyen landolt egyelőre. Pontosan, igen, ez eddig így néz ki sajnos. Amit még tudni kell, az, hogy elfogadta a parlament az ifjúsági törvényről szóló kezdeményezésünket, amit tavaly kezdeményeztünk, ami az önkormányzatoknak az ifjúsági alapról szóló területet jelenti. Tehát most hanem minden önkormányzat létrehozhat ifjúsági alapot, amire konkrétan az ifjúsági szeretek pályázhatnak. Uh-huh. Ezért kialakítottunk egy rendszert is arra, hogy minél több olyan törvénytervezetről vagy törvénytervezet módosítási javaslatot megkapjunk, és ezekbe beleszóljunk, amennyiben fiatalokat érintő ügyek vannak. Emellett azt is megfogalmaztuk a MAKOSZ-szal közösen, hogy trendivé tesszük, vagy elkezdünk kommunikálni róla a szaktatás kérdéséről, hiszen azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a szaktatás intézmény, a szaktatás nagyon annak nem. Minőségre gondoltak, hogy kevésbé trendi tanulni, így aztán... A minőségére is gondolunk, viszont sajnos azt tapasztaljuk, hogy nem trendi a fiatalok körében. A diákszervezetekkel, tehát nagyon jó kapcsolat alakult ki, mondtam a MAKOSZ-szal, és most már szinte minden megyében működnek megyei, és nem csak, hanem minden iskolában diákszervezetek. Ezeknek a támogatását vállaltuk az RMDS-ek közösen, segítsük őket, és minden eszközt megragadunk ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat neveljük, hiszen ha őszintén akarunk lenni, akkor ők az utánpótlás, úgy a magyar ifjúsági értekezletben, mind az RMDS-ben a jövőre néző. Hát azt kérdeztem volna, hogy milyen a tónusz a szervezetnek, de hát elmondtad, hogy mennyi sok ifjúsági szervezet tagja ennek. Mi az, amit a miért nyújt, mondjuk azoknak, akik vállalják, hogy dolgoznak egy ilyen struktúrában? Milyen perspektíváik vannak? Ugye az egyiket említetted, hogy ha politikusi aspirációi vannak, aki kiélheti magát egy ilyen fajta struktúrában, és valóban sok tapasztalatot tud összegyűjteni, ameddig elér egy olyan kort és egy olyan fajta tudásalapot alakít ki, amiből valóban el tud végezni ilyen munkát. Ezen túl mi az, ami oda csábítja a fiatalokat, és akkor mindkettőtök tagja. Ilyenkor mindig magamból szoktam kiindulni, hiszen hogyha az én történetemet nézzük végig, és azt is tudni kell, hogy nem készültem politikusnak. Most relatív az, hogy miért elnök annak számít, vagy semmi, inkább azt mondom, hogy nem vagyunk politikusok. Viszont én 10 évvel ezelőtt úgy ismerkedtem meg az ifjúsági szférával, hogy egy buli keretén belül egy gólyatábor, meg egy gólyabába vettem részt. Azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy élményeket adjunk ennek a fiataloknak, utána pedig a tudat, próbáljuk valahogy úgy formálni őket, hogy a szórakozás mellett kapjanak valami pluszot is. Én személy szerint elmondhatom magamról azt, hogy nekem nem a formális oktatás adta az a tudást, amivel jelenleg rendelkezem, hanem a sok konferencia, szakmai képzés, különböző rendezvényeken való részvétel. És úgy gondolom, hogy ugye oktatási rendszernek a minőségéről azért folyamatosan vitatkozhatunk, én személy szerint nem vagyok megelégedve vele, több bukból kifolyólag is, és úgy gondolom, hogy ez az ifjúsági mi értem belüli programok meg szervezkedés, úgy gondolom, hogy segít nekik abban, hogy olyan pluszokat kapjanak meg, amit az iskolában mondjuk nem kapnak meg a fiatalok. Bár egy kis távolságot érzek attól, hogy politikusi mi volt vagy sem, én úgy gondolom, hogy ez is feladat lehet, és ezt most nem úgy mondom, mint hogyha átdobnám a labdát, hogy ez is trendi lehet. Tehát az ügyes-bajos dolgaink intézésétől nem kell óckodni. Téged mi az, ami ide vonzott? Inkább ott venném fel a fonalat, hogyha egy picit megfordítanám itt a kérdést, hogy alapvetően a miértet én úgy fogom fel, mint egy olyan ifjúsági ernyőszervezet, ugyanis a kisebbségi létünkből adódóan azért van ennek egy olyan része, hogy amelynek persze van egy politikai oldala, hogy tetszik, tehát hogy vannak emberek, akik, hogyha politikai pályára, politikai karriert szeretnének befutni, adott a lehetőség, és ezt megtehetik. De mondjuk egy politikai pártnak az ifjúsági szervezetehez képest, miért az annyiban több és plusz, hogy ez nyitott mindenki irányába, az, aki civilként szeretne tevékenykedni, aki szeretne felvállalni egy ügyet, azt vinni, ezzel együtt tapasztalatokat szerezni, ismeretségre szert tenni, barátokra szert tenni, tudásra szert tenni, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy amíg fiatalok vagyunk, törekszünk a legjobbra, de talán lehetőség van a tévedésre is, és akkor majd időzőjelbe téve, amikor kikerülünk a nagybetűs életbe, akkor mindez a tapasztalat,
amit az egyetem és egyéb máshonnan megszerzett tudás iskola mellett, azért a MÉRT és egyéb más civil szervezet ezt nagyon hozzá tudja tenni a fiatalok életéhez, ezért én bátran ajánlom mindenkinek, hogy csatlakozzon be valamelyik mozgalomba, legyen ez helyi, országos vagy megyei struktúra. Hajrá! Még annyit talán a végén említetted, hogy körülbelül milyen irányban próbáljátok elképzelni és ütemezni a munkátokat. Milyen programpontot említenél meg, ami mondjuk 2018-ban a szűk következő periódusban számítani lehet rá, fölhívnád rá a figyelmet? Talán pont a legfontosabbat felejtettem ki, és az örülök, hogy elszámított a 2018-as évet. Ezt is belefoglaltuk, hogy ha jelenről beszélgetünk, akkor 2018-ban, ha körülnézünk, azért elég sok olyan intézkedés, meg elég sok olyan retorika fog elhangzani, ami kicsit ellenünk, magyarok ellen, okay. Magyar fiatalok ellen is fog szólni. Sokan a múltról fognak csak beszélni, az elmúlt 100 évről, nekünk pedig a jövőről is kell beszélni értelemszerűen, hiszen sajnos Romániában nincs egy jövőkép a fiatalok fejében. Nem azt mondom, hogy mi fogjuk a világot megváltani, viszont azon kell dolgozni, hogy az erdélyi magyar fiatalok számára is, és nem csak feltétlenül magyar ügyként kezelni, próbáljunk a jövőképet biztosítani a fiataloknak, és 2018-ban mi arról fogunk beszélni, hogy igenis 100 éve itt élünk, igenis fontos részei voltunk a közösségnek, olyan rendezvényeket próbálunk összehozni megye szinten, ahol bebizonyítsuk azt, hogy a román és magyar fiatalok között igenis vannak jó partnerségi együttműködések, és ezeket szorgalmazni fogjuk, hogy minél szebb számban és minél gyakrabban szervezik ezek a fiatalok. Úgy érzem, ez az egyik legfontosabb feladatunk erre az évre, hogy a román-magyar párbeszédet a fiatalok körében erősítsük. Hát ilyen az 1000 év akkor. Köszönöm szépen, uram, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget.